Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Dombovári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Testvértelepülési kapcsolat. Tanárok és diákok vettek részt programokon a városban. Ciklus-záró testületi ülés. Dombováron napirenden volt a víziközmű fejlesztése és a buszjegyek díjának emelése. Teltházas előadás a művelődési házban. Az idősek világnapját ünnepelték. 2001 óta a Magyar Nemzet Gyásznapja október 6-a. Az aradi vértanúkra emlékeztek. Dombovára érkezett egy delegáció Gyergyószent Miklósról, ahol a két település testvérkapcsolatának erősítése volt középpontban. A látogatás során a vendégek részt vettek különböző programokon, amelyek célja a kapcsolatépítés és a kulturális csere volt. A Gyergyószent Miklósi delegáció találkozott a helyi dombóvári vezetőkkel és közösségi csoportokkal, lehetőséget teremtve a tapasztalatok megosztására és a jövőbeni együttműködések megalapozására. Romfeld Katalin, a Salamon Ernő Gimnázium angol szakos tanára kísérte el a 14 diákból álló csoportot. Az önkormányzat meghívására érkeztünk. Hétfőtől vagyunk itt, vasárnap távozunk, úgyhogy a hetet az önök társaságában töltöttük tulajdonképpen. Testvérvárosi kapcsolatokat igyekszünk ápolni az önkormányzattal. A célunk az lenne, hogy minél több intézmény kapcsolati szinten egymással együttműködést kezdeményezzen, barátságok, partnerségek alakuljanak ki, és hogy valami gyümölcsöző jöjjön létre a két település között. A kapcsolati háló az mindenkinek fontos, és szerintem mind a két település profitálna ebből az együttműködésből, úgy az intézmények, sport, oktatás, alapítványok, mint főleg a diákokra gondolok én, mert minket ez a vetülete érdekel inkább, hogyha a gimnáziumok kapcsolatot tudnának teremteni, és cserediák akciókba kezdeni, vagy cserediák tevékenységekkel megismertetni a kultúránkat, megismerni az itteni kultúrát, már ami persze a helytörténetet, a helyi jellegzetességet illeti, és ugyanezt tudnánk nyújtani mi is Erdélyről egy kicsi ízelítőt az ittenieknek. Antal Orsolya, a Gyergyószent Miklósi csoport tagja számolt be a programokról. Hétfőn indultunk el, és hétfőre ide is értünk. Ezen a héten nagyon sok programunk volt. Mentünk volt a Szigeterdőbe, néztük volt a téglagyűjteményeket, közösségi házba vezettek körbe, és volt egy gyerek, hát igazából gimnázista, aki bemutatta nekünk a városházát alaposan. Nagyon sok mindent megismertünk. Voltunk a tegnap Pécsre, ott pedig bemutatták az ilyen fontosabb helyeket, és utána adtak szabad időt, hogy átölthetsük az időnket. És nagyon szerettem, és nagyon, nem voltam még Pécsen, és nagyon új volt nekem. Szerintem, mikor a városházán voltunk ott, nagyon sok információt tudtam meg, és nem tudom, nagyon alaposan el volt magyarázva, és nekem nagyon tetszett, hogy be voltak rendezve a szobák, meg minden, úgyhogy az tetszett legjobban. Bemutatták ott a különböző helyeket, hogy mit lehet csinálni. Utána mentünk lövészetre, amit kifejezetten nagyon szerettem, és utána fociztunk egyet. Azután még benéztünk az uszodába is, igazából beszélgettünk. Elmondta, hogy részt vettek a sportágválasztó eseményen, ahol számos sportolási lehetőséggel ismerkedtek meg. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a mozgás népszerűsítését. A mai nap elmegyünk a Tüske tóhoz, ott lehetünk halászni, ez még nem biztos, és ott körbe fognak vezetni minket. És esténként pedig különböző gimnáziumba szoktak elvinni, hogy megismerjük ott az ottani fiatalokat. A Gyergyószent Miklósi delegáció már a tavalyi évben is ellátogatott a településre a Petőfi hetek alkalmával. Idén a Betlen Gábor alapkezelő támogatásával ismét ellátogathattak városunkba.
három középiskolának a diákjaival töltötték a hetet. Nagyon sűrű és tartalmas és élményekkel teli hetet tölthettek a gyerekek itt. Mindegyik középiskolában voltak ismerkedni a diákokkal. Azon kívül Pécset voltak egy egésznapos kiránduláson, itt Dombóváron, Madárvártán voltak múzeumban, a Székelykör vendégül látta őket a közösségi házban egy vacsorára, tehát rendkívül sok programot szerveztek itt a fiataloknak. Zárásként a közösségi házban Fenyvesi Gáborral egy kis zenés estet rendeztek maguknak, úgy mondjam, jó kis éneklés, gitáros est volt, én búcsú est, és én úgy láttam, hogy a csillogó szemek azt mutatták, hogy jól érezték magukat. Most a tervünk az, hogy jövőre mi viszünk oda fiatalokat, és mondtam épp, mert ugye 15 lány volt itt a Gyergyóból, a tanárok választották ki, hogy ki gondolom én, hogy ez jutalomút volt a gyerekeknek, de csak lányok jöttek, aztán megbeszéltük, hogy jövőre, ha mi megyünk, akkor mi csak fiúkat viszünk, akkor kicsit ezt megbonyolítjuk. Azon kívül, hogy voltak programok, volt szabad programjuk is, és nagyon-nagyon kellemesen töltötték, tele élménnyel utaztak el szombaton éjszaka. Úgy tervezzük, hogy jövőre, még az időpont még nem biztos, meg ugye ennek a hátterét is meg kell, hogy szervezzük, de jövőre mindenképp el szeretnénk menni. Én nekem van olyan elképzelésem is, és már ezt próbáltam kezdeményezni, hogy mivel itt Dombóváron van nagyon jó kosárlabda csapat, ott Gyergyóban is van, hogy lehetne egy ilyen közös sportrendezvényt is akár, de atlétákat is elvihetnénk oda egy kicsit, hogy ott edzenek a Hargitán. Tehát van elképzelés, van ötlet, és én úgy látom, hogy a fiatalok vevők erre, nagy élmény volt. A résztvevők elégedetten tekintenek vissza a közös eseményekre, amelyek során új barátságok is születtek. A látogatás során megszerzett élmények és tapasztalatok hosszú távon hozzájárulnak a szorosabb kapcsolatépítéshez. Megtartott a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete cikluszáró ülését. Fontos napirendi pontokról tárgyaltak, többek között a víziközmű fejlesztéséről, illetve a buszjegyek díjáról. Szeptember 27-én tartott a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó ülését. Nyilván nagyon fontos naprendi pontok tárgyalására kerül sor az előzőekhez hasonlóan, hiszen a munka nem áll meg, folytatódik tovább. Költségvetésünket tárgyaltuk újra, megpróbáltuk azokat a mozgásokat átvezetni és levezetni benne, amelyek hát a gazdasági események vonzottak maga után. Azt gondolom, ez egy többoldalas anyag volt, de nyilván az utolsó sor a legfontosabb. Kiadásbevételünk egyensúlya megvan, és azt gondolom, hogy október 1-től az új képviselőtestület ugyanígy ezzel a biztonságos háttérrel haladhat tovább. DRV ZRT-nek hallgattuk meg a beszámolóját ivóvíz és csatorna üzemeltetés tárgyában. Ez a napirendi pont évről évre visszatér, de azt gondolom, hogy ebben nem sok örömet elég senkinek, hiszen egy olyan elavult rendszert üzemeltette a DRV, amelynek a rekonstrukciója ott kopogtat az ajtóba és mindennapos beavatkozást igényelne. Nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban hálózat rekonstrukciójára megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek ez megvalósítható. Nyilván hidegben, nyáron, szárazságban rengeteg csőtörés jellemezte az idei évet. Nyilván azt gondolom, hogy erre valami végleges megoldást kell keresni. Ezen túlmenően felülvizsgáltuk az autóbuszos közlekedésnek a díjtételeit. Ez természetesen nem mindenki számára feltétlenül egy kedvező, pozitív hír, de azt gondolom, hogy ennek már pont itt volt az ideje, hiszen 5 éven keresztül erre nem került sor. Eddig Dombármegy helyi járatú buszjegyára 200 forint volt, ezt most január 1-jel fel szeretnénk emelni 300 forintra, illetve egy szerény mértékű kiigazítást végeztünk a bérletek tekintetében is. Nagyon örülök neki, hogy megnőtt az utasforgalom ezeken az eszközökön, és annak is örülök, hogy egyre több dombóvári 18 éven aluli fiatal veszi ezt igénybe, hiszen részükre tavaly meghoztuk azt a döntést, hogy nem kell fizetniük a buszon, és térítésmentesen kapnak bérletet, és így járhatnak iskolába, illetve közelítettek meg azokat a helyeket Dombáron, ahol szívesen járnak. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az Idősek Világnapját. Így történt ez Dombóváron is, ahol kétszer is teltházas műsorral kedveskedtek az ünnepelt szépkorúaknak. Napjainkban valamivel több mint 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világunkban sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Az idősek világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit a társadalomért tesznek. Örömteli a mai nap számunkra, hiszen október 1-én minden évben, mind a világon bárhol dombán is ünnepeljük az időseket. Azon, hogy minimum ez az, amit ki tudunk fejezni, és ez az, amit meg kell tennünk, hogy köszöntsük őket az idősek napján. Az idei év Dombavárban kicsit lent a gyóra sikeredett, hiszen a 14 órára meghirdetett előadásra egy órán belül elfogyott az összes belépő. Ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy 16 órakor megismételjük az előadást, és mindenkit szeretettel várunk a 16-as előadásra is. Pintér Szilárd ünnepi beszéddel is készült a szépkorúaknak ezen apropóból, ahol kiemelte, hogy felgyorsult világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni a szeretet és a gondoskodás fontosságáról. Továbbá, hogy ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzeték jövőjét alapozhatja meg. Együtt sírunk, együtt nevetünk, közösségünk megérett erre, azon túlmenő, hogy szépkorúak, nem idősek, felnőttek vált itt már mindenki Dombaváron. Nagyon örültem, hogy köszöntettem őket ma, hiszen 2019-et követően 2024. október 1-én kezdődik második ciklusunk Dombaváron, és arra biztattam őket, mint ahogy tettem 19-ben is, hogy folytassuk együtt tovább, és remélem, hogy még nagyon sokszor nagyon jó egészségben együtt fogjuk tölteni ilyen kellemes délutánokat és estéket Dombaváron. Tarnai Kis László előadása emlékezetes délután nyújtott az október 1-én megünnepelt vendégeknek. És egy napolunkra kertem, Árnaiktól búcsút vette a trómság. Mert elkér néked virág kellett, letéktem egy holtas éjjel száz trómságt. Piros rózsák illatában, s halkan sírok, meg musikában, üzenemte néked, hogy szegény vagyok, semmi sincsen. A az aradi vértanukra 1867-ig csak titokban emlékezhettek. A magyar kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót fél árbocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Csak egyedül maradtam én ilyen. Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalomi szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Szabó Szilárd, a Dombóvári Evangélikus Egyházközség lelkésze, emlékező beszédet tartott a dombóváriaknak a Hősök szoborcsoportjánál. Október 6-a, immár 175 éve az emlékezés és a kegyelet napja a magyar nép számára. 175 éve annak, hogy a császári megtorló hatalom úgy gondolta, hogy igazságot szolgáltat. Az igazságszolgáltatás, hogyha a győztesek által írt történelemkönyvek lapjait lapozzuk, akkor sikeresnek mondható. Azonban úgy gondolom, hogy a legyőzöttek ereje az sokszor az áldozatvállalásban, a mártíromságban, egy igazügy felvállalásában és végvitelében keresendő. Megrendítő mindig hallgatni és hallani a vértanú halt aradi 13 hős utolsó gondolatait, utolsó mondatait. Láner György gondolatát emeltem ki a mai megemlékezésen, aki utolsó szavaival arról tett bizonyságot, hogy a Krisztus keresztje és a bitófa között bizony rokonság van. És valóban így van, hiszen azt tudjuk, hogy a harmadnapon, a feltámadás napján, húsvét hétfőjén Krisztus feltámad, legyőzve, győzedelmeskedik a halál felett. Hasonlóképpen az aradi 13 életével, mártír halálával bizonyosságát adja annak számunkra, hogy sokszor az erőtlenség, a legyőzetettség bizony győzedelmeskedik, hiszen amiért ők az életüket adták, amiért meghaltak, amiért vállalták a mártíromságot, az az ügy, a szabadság ügye végül is győzedelmeskedett. Már a haláluk napján, október 6-án legendává vált az aradi 13, hiszen jól tudjuk, hogy egy hatalmas tömeg érkezik aznap este Aradon a vesztőhelyre, énekelve, imádkozva, a hősökre emlékezve. Emlékezzünk rájuk kegyelettel, szívünkben hordozva a szabadság eszméjét.
hiszen azt jól tudjuk, hogy a szabadságot soha nem adták ingyen, mindig meg kellett, és ma is meg kell érte küzdeni. És végül, amiért az aradi 13 az életét adta, a szabadság eszméje, az győzedelmeskedett, hiszen ma egy szabad országban, szabad népként, szabad nemzetként élhetünk. A dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei előadásában zajlott az aradi vértanúkra a megemlékezés. A városban hagyomány, hogy a nemzeti ünnepeket és a nemzeti gyásznapokat az iskolák megemlékezése adja a város számára. Az idei évben az október 6-ai műsor volt az, amit iskolánk felvállalt és ahol szolgálatot vállalt. A gyerekek már hetek óta nagy örömmel és lelkesedéssel készültek. Három kollégám állította össze a műsort, Nyári Éva, Bódis Klári és Marton Csilla kolléganők, és az iskolánknak a 6., 7. és 8. évfolyamos tanulói készültek a műsorra. Voltak itt énekzene, általános iskolás gyerekek, énekzene tagozatosok, német nemzetiségi tagozatosok és matematika osztályból is gyerekek. Mindenki nagy lelkesedéssel és mindenki felvállalta azt, hogy ha kell énekel, ha kell prózát mond, ha kell, akkor a néptáncban vesz részt. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy ilyen színvonalas műsort vittek színpadra, és még inkább büszke vagyok a tanítványainkra, hiszen azt gondolom, hogy egy méltó megemlékezést adtunk ma a városban. A gyerekek mindent megtanultak, amit kellett, és nem csak megtanulták, hanem át is érezték azt, hogy mit jelent ennek a gyásznapnak az üzenete. A városi ünnepség az Aradon kivégzett hősök szobrainál koszorúzással fejeződött be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Dombóvári magazinunkat látták. Viszontlátásra!